gyorsan ment szerencsére. Igen, Cincinnati. Viszont itt nagyobb balhé lesz. Mert ő elég fejlettek tudományban. Ők már modern korban vannak. Van modernkori találmányuk. Ezt a csokit itt építsük be ültetvénnyel. A kampusz, és ide rakhatunk egy ültetvényt, már itt vagyunk. És a frissen elfoglalt dolgozókkal pedig ide. Karámot építünk a birkáknak. Ezt pedig lőjük ki a fenébe. És igazából Pedroval ki is békülhetünk. Mielőtt még a flottájával szétlőne. Lehet, hogy egy pár körnek el kell még tennie. Nem megy az azonnal. Hát majd meg fog keresni. Remélhetőleg egy jó pofa ajánlattal. Ültetvény. És itt van a hajója. Itt fosztogat. Szóval ajándékot szeretné. Hát van bira képeden. Igen, neked. Nem vagyunk mi a jóban szerintem. Az első jött. Na, és ott vannak a brazil lándzsások. És jól látom, negyed mozgásponttal lövök. Nyomtak egy hátraszaltót. És lehet, hogy innen tudok is lőni az ostromgépekkel. Nem, közelebb kell mennem. Nem fog menni.
javítsuk meg, csak nem jön még egy hajó. Ütetvényt ide is. Csokoládi nagy hatalom leszek. Azt kap egy fűrésztelepet, itt pedig nem tudom. Igazából ezt nem tudom megművelni, úgyhogy majd lehet, hogy kivágom. Karámot a bárányoknak. Hát ez nem egészen így kéne kinéznie, tehát a karámon belül kéne lenni a birkáknak, úgy tudom. Na jó van. Na és ugye megjött a pénztolvajunk, aki előkészíti a műveleteket. Feltérképi ez a terepet. És még egy öngyilkos hajó. Apostolt tudok venni. Most nem látok hittérítőket. És igazából hadat üzenek Amerikának, akkor le tudom kaszabolni a protestáns egységeit. Kevés a kaja Rio de Janeiro-ban. Ez hallatlan. Ez valójában nem igaz, mert többet álltunk elő, mint fogyasztunk. Egyszerűen arról van szó, hogy megszállás alatt van a város, és ilyenkor nem gyarapszik. És itt van már egy kulturális negyed. Az a kis pénzemet még nem akarom elkölteni. Ez pedig adna termelési pontot ez az épület. Hát ezt meg is tudom építeni. Szerintem meghagyom a a vallási pontomat a vallási háborúhoz. Hát apostolok kellenek. Science owes more to the steam engine. És igen, itt a gőzgép találmánya. Most már tudunk fejlett hajókat, hogyha lesz szenünk. Márpedig már most tudom, hogy van szenünk, mert itt megjelent. És itt a kis levéllel mutatja, hogy találtunk szenet. És rákikkelünk oda-vissza a képet. És itt a szén. Tehát igazából már egy bánya volt rajta, úgyhogy... Úgyhogy a szén probléma megvan oldva. Mert nagyon-nagyon örülök. Tehát majd, ha megbusztoltuk a dolgokat. És előbb ezt ki kéne nyomni.
De ezt még nem tudom, mert nincs meg ez. Kész a könnyű lovasság. Kéne hajót csinálnom, ilyen kalózhajót. De már most őt ide a belső vizekre kéne csinálni. Úgyhogy majd itt fogom csinálni. Hát nyomatok egy pár kereskedőt. Következő körben hadat üzenhetünk. Kivágom és építek ide egy bányát szerintem. Meg ide is. Én egy vadásztábort már régóta.
Ah, mi deve essere il bagno. Itt is vagyok, átkozott telefon megzavart itt. Ez elég gyenge próbálkozás volt. Szerzőt most nem akarok. Jó, mennyi lap. Ezekkel elégedett vagyok. Na már most tudok-e kázusz bellit üzenni az amerikainak? Először is Pedroval béke. De nem fog menni. Se baj, már nem veszélyes. Szinte nincs is hadereje. És akkor Amerikának kázusz belni. Jó, megígért, hogy nem fog nekünk kémkedni. Vagyis nálunk. Nem fog menni a kázusz belé. If I must choose between righteousness and peace, I choose righteousness. Ezt ki kell hoznom, úgyhogy kázusz belém nem lesz, úgyhogy kihozom most, mert kelni fog a lakónegyed. Javítsunk.
És Amerikának hány szövetségese van? Lisbon, Buenos Aires. Ezekkel hatban is állok. Viszont nekem Jereván kell. Jereván a miénk. Amsterdamot elhozhatnánk egyel, és akkor a háborúban a mi oldalunkra állna. Itt is van. Ugye ez az amerikaiakkal van. És Buenos Aires is az amerikaiakkal van. Szerintem hozzuk el. Kartágó meg nem is itt van, hanem valahol máshol. Szerintem hozzuk el Amsterdamot. És majd katonailag támogatni fog minket. És meg is vehetjük a haderejüket 30 körig, míg le zavarjuk ezt a háborút. De szerintem ők automatikusan mi oldalukon fognak harcolni, tehát szerintem erre nem lesz szükség, majd meglátjuk. És itt is van az apostol. A lovassággal elkapjuk. Ez majd a másik lovassággal szerintem. Kezdjük meg az inváziót. Bejövök a lőtávba. Ez kár, hogy nem tud tovább menni. Ja, és itt is van egy protestáns misszionáros, vagyis volt. Lehet, hogy kicsit túlvállaltam magam.
brazilok meg amerikaiak ellen egyszerre. Na-na! Na-na! Miért mész oda? Erre akartak kattintani, de... Ez meg oda ment. Fűrész üzemmel folyó partján van. Ó! Oh. És itt van a szekér. Igen, és ennyi fért be a részbe. Nézzük, hogy állunk. Tudományosan el vagyunk húzva. Hú, de beerősített a japcsi kultúra. Jó. Hateredjünk. Ez rettenetesen erős. És csökkent szerintem a japán vallási befolyás. És az amerikai mindjárt vallási győzelmet aratt. Ajaj. Pont alapján vezetünk. És a vallási... Aha. Hát már csak két civilizációt kell átkonvertálnia. Az oroszokat és a japcsikat. És ha ezt megtette, akkor megnyerte Amerika játékot. Úgyhogy ezen a tudatba búcsúzok. Úgyhogy jó szórakozást a videóhoz, ciao.